Ill és Alexa színművész a 2021. évi Szendrő József díj nyertese a Pécsi Nemzeti Színházban. A rangos elismerést Lipit Zsolt, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója adta át a Valahol Európában című musical premierje előtti percekben. A díjat Szendrő József, a legendás direktor és színművész emlékére, Máté Elzsi, Szendrő első felesége, és Lengyel György, a Pécsi Nemzeti Színház egykori igazgatója alapította 1991-ben. A díj alapszabályzata szerint azok a tagok nyerhetik el a kitüntetést, akik legalább 3 éve a társulat színművészei. Nagyon nagy öröm és megtiszteltetés. Ez egy tulajdonképpen egy velem egykorú díj, vagy ez így most tudatosult bennem, hogy tulajdonképpen 30 éve adták át az első díjat, és nagyon nagy öröm számomra, hogy most ebben az évben pont én kaptam meg. Ez egy társulati díj tulajdonképpen, amit a társulat tagjai titkos szavazás útján döntenek el. Ők választanak ki egy embert, akit arra méltónak tartanak, akinek a munkája alapján és a társulatban betöltött szerepe alapján erre méltónak tartanak. Alexa egyébként éppen az Ökör című előadást próbálja kollégáival. Enyedi Éva írta a darabot, melynek címe egy betűszó, azt jelenti összes kötelező röviden. Az ősbemutatóra készülnek a színészek, hiszen október 15-én és 16-án tartják a premiért a Kamara Színházban. A darab Lipit Zsolt felkérésére valósult meg, melynek célja, hogy közelebb hozzák a fiatalokhoz a kötelező orvosmányukat az ő nyelvükön.